Futballal folytatjuk a startot, mert hogy mindjárt kezdődik a futball Európa-bajnokság. Vendégünk Pajor Gyulai László sportújságéről. Szervusz, jó, jó reggelt reggel. kívánunk! Jó reggelt kívánok! Szerve. Az első kérdés, hogy helytálló az a megállapítás, hogy egy Európa-bajnokság az rangosabb, vagy keményebb, vagy magasabb színvonalú lehet, mint egy világbajnokság a futballban? Szerintem azért nem. Nem? Igaz, hogy ö, itt kevesebben vannak, de de ettől, még, ettől még, még nem hiszem. Tehát jó, egy világbajnokságon becsúsznak olyan csapatok, amelyek egy európai vagy ázsiai meg nem tudnának, de azért szerintem itt ebben a sportákban annyira nem állja meg a helyet. Most ugyanezt kézilabdáról kérdeznéd, akkor egyértelmű, igen lenne a válasz. Uh -huh, uh -huh. Jó, nézzük a magyar csapatot, mint a Márko egy picit hűteni a kedélyeket, a válogatott szövetségi kapitánya. Azt mondta, hogy természetesen szeretnének a magyarok továbbjutni a csoportból, de ez nem csak rajtuk múlik, szóval ez, hát hogy úgy mondjam, evidencia, nyilván lesznek ellenfelek is. Hát igen, ennek a lefordítása magyarra az, hogy, ha mindent megteszünk, még az is lehet, hogy kevés lesz. Tehát, hogyha a legjobbjukat hozzuk, hiszen azért nagyon-nagyon kemény ellenfeleink vannak, és ebben a 24-es mezőnyben sem lehet sem, senki ellen biztosra menni. Most, hogyha itt vagyunk Németország, Svájc és Skócia ellen, még így sem, hogy ugye 14 mérkőzés ott a veretlenek vagyunk, ezek mind nagyon-nagyon szép dolgok, nagyon jó dolgok, de azért azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor volt az, hogy hála az Istennek, és megdolgoztunk volt egy kis szerencsénk, nüanszok döntöttek mellettünk, azért a sportban hosszú távon ezek, ezek megfordulhatnak. Tehát az, hogy a szövetségi kapitány kicsit úgy óvatosabban e, fogalmaz, az, az a véleményem szerint teljesen érthető, e, hiszen ő e, most, ha ő nevetségesé válna, ha most e, azt kijelenteni, hogy márpid pedig a csoportból diadalmenettel jutunk tovább. Hát akkor hadd idézem Csányi Sándor, aki azt mondta még januárban, hogy kötelező továbbjutni, aztán Orbán Viktor reagál Átadták erre a kijelentést a miniszternek meg azt mondta, hogy semmi sem biztos, itt Isten ítélet lesz. Hát ez a, ez a, kötelező tovább jutni, ez, mondom, ez, szerintem egy kicsit erős. De még egyszer mondom, más a szerepe egy elnöknek, más a szerepe mondjuk egy játékosnak, akik, akik, egészen más felelősséggel beszélnek, mint egy szövetségi kapitány. Egy szövetségi kapitánynak a véleménye ilyen szempontból a szurkolók szemében biztos, hogy nagyobb súlya nyom alatba, mint mondjuk egy, egy, játékos. Egy játékos az igenis az mondja azt, hogy kimegyünk és szétérünk. Őket. akárkiről legyen szó, mert ő mondhatja, ő futbalista marad utána is, a szövetségi kapitánynak viszont a szerepe egészen más. Ilyenkor a felkészülés hajrájában így kb. tényleg két héttel a kezdés előtt mire kell helyezni a hangsúlyt egy szövetségi kapitánynak? Mindenféleképpen a formaidőzítésre, az nagyon-nagyon fontos. Az, hogy a játékosok ugye egy fárasztó idény után érkeznek az edzőtáborba, Ők kaptak mondjuk egy hét pihenőt, zöm el, néhány kivétel volt, ugye, akik Amerikában uh -huh. játszanak, vagy a, a, a gazdag van egyedül, meg úgy értem, a tengeren igen, túl, igen. Vagy, a, vagy nem Európában játszanak, azok egy kicsit később érkeztek, de a formaidőzítés az, az is rendkívül fontos. Hát az, hogy frissek legyenek a játékosok, tehát a fáradtságon túlépjenek, és itt az az érdekesség, hogy ugye hosszú, egy hónap a, a, az Európa bajnokság, hogy a nagyok, az úgynevezett nagyok, azok a formájukat nem a csoportmérkőzésekre időzítik, hanem, hanem kicsit utána, mert ők abból indulnak ki, hogy hát ezt majd úgy is abszolváljuk valahogy, és ott jönnek majd az igazi nagy kihívások, és nekünk a, a vég igen, kell a csúcson lenni. És itt lehet nekünk keresni a... valónk? Hát 2016-ot szerettem Igen. volna fölhozni, ahogy a csoport elsőként mentünk tovább, és az a, az a, Portugália, amelyik végül megnyerte az Európa bajnokságot, az gyakorlatilag bukdácsolva lépett csak tovább abban a csoportban. Igen, majdnem megvertük Úgy őket. Ugye három-háromnál rúgtunk egy kapufát, Igen. ha az bemegy, akkor a portugálok tovább sem jutnak. Tehát, és ott egyértelmű volt, már a belga meccs, tehát a kieséses szakaszban, 85-ben már érződött, hogy, hogy mi, már nem a csúcson vagyunk. Tehát az az első három mérkőzésre volt úgy belőve a válogatott, hogy a, hogy a csúcson tudja lenni, és már a negyedik már, már nem jött ugyanúgy. És nézzük a csoportot. Németország, Svájc és Skócia az ellenfelünk. A nézőknek mondom, hogy Németország a FIFA világranglistán a 16. Svájc a 18. Mi magyarok a 26. Skócia a 39. hát ők brutál kemény focisták. Nem tudom, mennyire van a fejedben a többi csoport, hogy lehetett volna ennél könnyebb csoportot találnunk? Hát szerintem ez csak egy ilyen szurkolói játék hm. lenne, hogy ez könnyebb, vagy az könnyebb, ha most arra gondolunk, hogy kerültünk egy olyan csoportba és amit ott vannak az albánok. Az albánoktól legutóbb oda-vissza kikaptunk. Tehát e, igazából ennek szerintem így e, e, játékszinten e, van, van értelme. Ez mindig utólag derül ki, hogy hogy egy csoport könnyebb volt, vagy nehezebb. Volt két sérült még egy hónapja körülbelül Lang és Fiola, akik azért eléggé játékosnak minősíthetők. Róla tudsz valamit hogy róluk? Felépültek? Hát különösen szerintem. Lang az, mert fiola nélkül játszott a válogatott az utóbbi bő egy évben és ezzel most persze nem Fiolának a szerepét vagy a képességét szeretném, csak én csak tényként mondom. Még ugyanakkor középső védőben nem állunk túl jól, tehát, és azért ott Vili Orbán, ha nincs, akkor Langádám az egyedüli megoldás jelenleg, és hát Vili Orbán is megsérülhet, kaphat sárga alapokat, stb. A Langádámról én úgy tudom, hogy ő már teljes értékű edzésmunkát végezhet, mint Fiola Attila is részt vesz az edzések, de a legutolsó információ az, hogy még az ütközéseket kerülnie kell, hiszen még az tavasszal őt műtötték. Én témát váltanék, hogyha ezt kiveséztük, mert ugye az is egy viszonylag friss hír, hogy a 2026-os bajnokok ligája döntőt ugye Budapest rendezheti meg. Hogy kell értékelnünk ezt a bejelentést? Ez kinek szól? Az MLS-nek, a magyar focinak, Budapestnek, azoknak a beruházásoknak, amelyek most értek be? Milyen szempontok szerint szülek? Így mindegyütt. Ez mind? Aha. Ez így mindegyütt. És arányaiban? mik a fontosabb hát, tényezők? Ö, hát ő maga nagyon fontos, ugye, hát az, hogy Budapestnek a, a, a vonzereje is nőtt a, a futballban. Itt a kulcs az mindenféle a, a puskás arénának a, a felépülése és léte és funkciója az, hogy például egy szuperkupa döntőben, most itt ha nem hiszem, két éve volt, tehát amikor a járvány mi beugrottunk, Igen. és pillanatok alatt megszerveztünk egy nagyon sikeres szuperkupa döntőt, tehát sikerült bizonyítani az Európa-bajnokságon is három éve, hogy, hogy tudunk rendezni, és jól rendezünk, és tényleg tudunk. Tehát ez, ebben semmiféle propaganda vagy duma nincsen. Szerintem sportszervezésben, sportesemék szervezésében Magyarország szerintem világhatalom. És az, hogy a magyar válogatottnak az eredményei azok jók, tehát egy kicsit újra fönn vagyunk a, a labdarúgás térképén és ez, ez, egy, ez, így mind együtt, együtt, kellett hozzá. Aztán persze vannak ám olyan tényezők, hogy egy ilyen BL-hez, BL döntőhöz nem csak stadion kell, hanem ugye kell repülőtéri kapacitás, szálloda kapacitás, és így tovább, de mindenféleképpen egy nagyon nagy dolog. BL-t rendezni nagyon kevés város tud. Nem véletlen az, hogy rendszeresen a BL visszajár, mint idén is lesz a Wembley-ben, tavaly volt, és még többször volt az elmúlt tíz évben Isztambulban, tehát nyilván többen szeretnének, de ez egy akkora falat, amit kevesen tudnak lenyelni, és én szerintem Budapeste simán fogja tudni hozni. Még két dolgot szeretnék megkérdezni a Liverpool-al kapcsolatban, hogy nagyon jól futott a Liverpool szekere, és ott bicsaklott meg, szerintem, időben és tapasztalok, amikor Jürgen Klopp bejelentette, hogy elhagyja a csapatot az idény végén, hogy lehet összefüggés a bejelentés, és az addigi kiváló forma egy pici hanyatlása között? Ez igen, de szerintem nem olyan nagy mértékben, mint ezt mi, mi a sajtó ezt, ezt állaljuk. Azért ne felejtsük el, hogy akkor rengeteg játékos volt sérült, és azért szerintem ez sokkal többet számított. Jürgen Klopp két rossz lehetőséggel választhatta ki a, leg, a legkevésbé rosszat, és szerintem a, 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 azt, azt sikerült neki megtalálnia, hiszen eleve az emberi hitelességét elveszítette volna az, hogyha mondjuk ezt most jelenti be a bajnokság végén, hiszen azt mindenki tudta, volna, hogy ez nem olyan, hogy hétfőn fölkelek és, és kedden eldöntöm, hanem, hanem az, hogy ez egy folyamatnak a része, hogy ezt már korábban tudta, gyakorlatilag bele kellett volna hazudni a játékosok szemébe bizonyos dolgokkal, plusz még a klubbal is közölni kell, hiszen akkor ez, nem lehet az, hogy májusban kezdjünk el edzőt keresni. És az pedig, hogyha egy Liverpool elkezd edzőt keresni, ahogy szokták mondani, ugye, hogyha valamit két ember tud, akkor csak a akkor nem marad, akkor marad csak titok, mind a kettő meghal. Hát a futballban ez nincs pillanatokat elterjedt volna, és a Jürgen Kloppnak az, az, a hitelessége, amit évtizedekig épített, az ott összeomlott volna. Még egy utolsó kérdés, egy számot szeretnék, kilenc megszerezhető pontból szerinted hányat szerez meg a magyar válogatott az LB csoport meccseken? Kilenc. Köszönjük szépen Pajor Gyulai Lászlónak. Köszönjük. Legyen így. Én köszönöm.